Ezen a hétvégén a másodosztályú magyar labdarúgó bajnokságban is elkezdődött a tavaszi szezon. A keleti csoport harmadik helyezettje a Ferencváros, a BKV előre vendége volt. Ünnepelni gyűlt össze a Fradi tábor a szezonnyitón, de az első kiózanító pofon már a harmadik percben megérkezett. Egy szabadrugás utáni lecsorgó labdát Hammer vágott Holzer kapujába. Az FTC csak szenvedett az első félidőben a BKV támogató nagyon erős szélben, egészen a 32. percig, amikor néhány jó passz után Jodó egyenlített. A második félidőben Lisztes Krisztián is pályára lépett a Ferencvárosban, mégis a hazaiak szereztek gólt. Béres szabadrugása után Páles elé került a labda, akinek a találatával újra vezetést szerzett a BKV. A Fradi csak kapufákig jutott, nem így a sárgakékek. A 65. percben Török indult meg, és lőtt elképesztően nagy gólt. Ráadásul Fülöpet a bíró a második sárga lapja után kiállította. Pár perc múlva azonban újra a meccsben volt az FTC. Dragonert Weiser játékvezető szerint 11-est érően lökte fel Molnár, a büntetőt Mátyus váltotta gólra. A 3-3 Szalai beadása után alakult ki, a hosszú oldalon Barta érkezett jó ütemben és egyenlített. Lisztes Krisztián a szélben is jól végezte el a pontrugásokat, az ő szöglete után Jodó megszerezte a Ferencváros negyedik, győzelmet jelentő gólját.